Igazából mindjárt kinyifan a csákányom. Mondjuk rájöttem, akkor bedrock alatt nem a legjobb, nem férünk el alatta. Akkor majd kicsit arrébb. Ezt a bedrockot valahogy még lejjebb kéne mennünk, nem? Vagy nem tudom. Az annyi engem az ott idegesít. Vagy följebb kéne mennünk? Lehet eleve följebb kellett volna mennünk. Hát... Majd lehet följebb is menni. Hú, csak megy le ugye... az életem. Kaja miatt, mindegy. Úgyis csak ötig megy le, nem? Igen. Hopp, elment a csákányom. Széttörött. Kár, hogy nincs 1.9 már, mert akkor meg tudnánk javítani. Na, odaadogatom. Ennyi elég, vagy adjak még? Mert akkor elég. Még én is bővítem. A vödröt is adjam? Hm? Adjam a vödröt? Egyelőre még nem kell. Ha kell egy csákány, akkor van a chestben. Akkor azt viszont megszerzem. Tettem be. És... Viszont, hogyha azt mondod, hogy ez elég lesz, akkor... akkor én a részemről itt, ezt itt elbontam. Oké, legfeljebb majd... Majd meglátjuk. Legfeljebb majd megcsináljuk újra. Én meg itt járkolok fel alá, szerintem én meg ezt a kis földet szedem le innen. Jó. Hogy akkor tudjak generátort csinálni. És az eső is elállhatna már, mert rendkívül idegesítő. Abszolút, le is vettem a hangot miattam. Az se hülyeség. Na. Szóval az igazság, hogy ezt a földrészt itt egész szépen elbontjuk. Vagy de várjál, a chesthez hozzá kéne férnünk. Mennyi föld van nálad egyébként? 16, be is teszem a chestbe. Itt várjál, most szedem ki az izé chestet. Ja, oké. Oké. És akkor lejjebb költözünk egy szinttel. Oké. Ja, meg hát a palántát, ezt minél előbb ültessük már el. Most jutott eszembe. Jó, csak ugye most alá, tehát cobblestone-nal például ezért is gondoltam, hogy alá teszem ezt a nagy placot, hogy ugye, hogyha hullik a ja, igen. palánta, akkor... Akkor veszene. Akkor, jogos, igen. Jogos. Mondjuk ennek a bedrocknak nem tudom mi a funkciója egyébként. Azt hiszem az, hogy ha sikerült, ha például olyan nagyon ügyes vagy, hogy sikerül az összes minden blokkot lebontanod, és már nincs mire állnod, akkor legyen az a bedrock. De hát ez, ja. Ez külön ilyen, nem tudom, ki az a perverz, akinek az az élvezet. Hát hogyha ez az élvezet, akkor inkább Super Mario-zok egyet, nem? Körülbelül. És itt ugrálok. A chestet le kéne tenni valóba. És akkor... Igaz. Mondjuk ide, ugye most egy előre jó lesz. Ja, szerintem is. Szerintem. Nem lesz útba. És akkor beleteszem a dörtöt. Na, ez így poén. Jól van, elégedett vagyok magunkkal. És abszolút pozitív, hogy nem kellett harmadjára is újra kezdeni. Igen. Meg az a legjobb egyébként, hogy én szerintem több mint valószínű, hogy kivágom, hogy vettük magunknak a bátorságot és csortunk egy palántát. Nem, hülyéskedek. Az úgy a játék élvezetét akkor teljes mértékben elszúrná. Hát akkor ide megy mellé. Na jó, hát így... Lebontottunk mindent, viszont így brutál egyhangú. Van nálam 48 darab földkocka.
És okay. van még benne 24, tehát 64 meg 8. És akkor amik nálad vannak, szerintem azokat is biztonság kedvéért. Aha. Igen. És akkor szemezek ezzel a bedrockkal, mert... Hogy arra rakni a lávát, vagy mi? Aha. Mondjuk az... az pont egy blokkal magasabb lenne. Az pont annyi plusz cobblestone. Mindegy. Szóval... Tehát ugye ez lenne a lényege, hogy... Hogy lefújjuk mind a négy oldalt, nem? Igen. És akkor egy blokk itt, itt fog odaérni, ezen a részen. Igen. Itt. Tehát körbe kell venni gyakorlatilag azt a blokkot. De hogyan vezeted rá a vizet? Innen, ezekből. Ezekből a kis résekből. Így, és akkor ugye ott lefolyik a víz, vagy mi a láva. Igen. Mondjuk... ezt lehet kicsit arrébb kéne rakni. Az így útba lesz. Igen, gondolkozni sem ártana. Ajjaj. Viszont van egy üdítő ötletem. Hallgatom. Hogy akárhogy is, de addig én itt erre a részre lerakok pár földet, legalább addig a fát elültetem. Oké. Na jó, ez így egyelőre kicsit nehéz lesz. Kicsi a hely. Igen. Szóval akkor inkább megcsinálom a... az előző generátort, akkor most már egy szinttel lejjebb. De várj, ezt is csináljuk meg úgy, hogy legyen, hogy kétfelé folyjon ki. Oké. Tehát, hogy igazából ide kell, az is lehet, hogy balra meg jobbra folyik. Mert elfolyik, nem? Szerintem elfolyik úgy. Mondjuk akkor itt egy kicsit... szűkös lesz. Szűkös lesz. De egy megoldható. Azzal nem lesz gond. Itt felesleges, viszonylag felesleges köveket meg akkor lebontom. Hopp, egy oda veszett. Bocs, hogy én itt kicsit így ilyen szűkösbe leszünk, de mindenképp akarom, hogy addig addig menjen a... Igazából a dinnyéből... A dinnyét el lehet ültetni? Ezt nem lehet elültetni, nem? Be kell craftolni a dinnyét maggá. Ja igen, tényleg. Ó, elállt az eső. Ó. Ja, kéne kapa is. Azt lehet, hogy csinálok, viszont. Ja, de kevés fánk van, mi? Mhm, hát... Annyira nem kevés az. Végül is. Van három rönk, meg van egy megmunkált. Egy kis dörtet tudsz adni, és akkor addig ideiglenesen kipótolom addig a generátort. Aha. Úgy néz ki, elfogyott a cobblestone. Oké, elég lesz. Addig én készítek egy kapát. Úgy. Gyönyörű. Arra gondoltam, mint tudod, mint gondolkozok most, már most a szörnycsapdán, mert megkönnyítenénk a dolgunkat. Ha megcsinálnánk, mert akkor például, hogyha bone mill-lel brutál gyorsan tudnánk magunknak fát szerezni. Mhm.
És akkor így nem kéne állandóan arra várni, hogy megnőjön. Mond. Jól csinálom. Nem akarom elrontani a lávát. Hát a hol van? A bedrock alatt van, nem? Igen. Akkor szerintem jól. Vödör nálad van? Igen. Amúgy is van ez. Ez így jó. Ez így működnie kell. Ezzel nem lesz gond. Remélem. Oké. Oké, és akkor szelek... Ödre tudod odaadni addig? Ja, persze. Addig én farmerkedek. Ok. Ah, ez az. Azért látszik, hogy a láva mennyi plusz fényt tud adni. Igen. Az volt a vicces, amikor itt fönt volt még a plafonon, tehát a felső szinten, akkor egy az egybe alatta is világított. Hát mondjuk kicsit érdekes a megvilágítás rendszer. Igen. Én pedig most egy ideig úgy néz ki, haldokolni fogok. Elfogyott az a kajád? Aha. Aha. Amit nem szúrhatunk el. Egy dínye... Micsoda bunkóság. Egy dínye egyetlen egy magot ad. Hát... Tök mindegy, mert hogyha kinő egy... Abból lesz egy három, dínye. Azt hiszem, nem? Hát vagy több. És akkor... Onnantól meg... Meg mindegy. Tehát lesz egy halom dínyénk. Csak én mindig parázok, hogy nem nő ki, vagy hogy véletlenül eltaposom, vagy valami. Vagy valami hát baja akkor, lesz. Akkor elvileg vissza kell kapnod egy adag magot. Hát elvileg, jó. Kicsit most már egyébként így be is füvesedhetne. Szerintem én ezt a földet kicsit kibővítem, mert a fűnek viszont nem ártana, hogyha nőne. Mert annyi van, és kell a búza is, kellenek állatok is. Viszont, most hogy említetted a füvet, ez így lehet kicsit problémás lesz. Hogy? A fű terjedése. Mert nincs fű. Mármint hogy érted? Hát úgy, hogy nincs fű. De miért? Mert ugye úgy terjed a fű, hogy egyik füves blokkról a másikra. A francba. Tényleg. És ugye nem figyeltünk oda. Ez viszont, hát kellemetlen. Meglehetősen kellemetlen. A búza miatt. Hát... Nem pont azért, hanem... Hát ugye akkor... Állatok miatt legfőképp. Hát akkor szerintem egy füves blokkot nyugodtan ide is adhatnál most nekem. Itt sútyiba. Oké. Senki nem tudja meg. Kettős kódja. Egyetlen egy darab. Így van. Ja, közben meg már odaadtad, jó.
Tényleg el is felejtettem egyébként, hogy így terjed. És akkor pont beszéltünk arról, hogy mennyire ismerik már a játékot. Ja igen, annyira ismerik a játékot, hogy ilyen alapvető dolgot. Ez mikortól lett benne egyébként? Nem tudom, elég régóta benne van már. Igen. Úgy tudom. Szerintem 1.3 talán, valahogy így, nem? Lehet. Nem tudom, elviszem a vödröt. Oké. Okay. Mi van, gomba, cukornád, hát ja, azt is kéne, ha már itt vagyunk. Jaj. Ilyen kis izé mini kertészetet alkottam. Attól tartok, a fa lehet, hogy nem fog kinőni. Hát kell hozzá ugye alapvető kis idő. Csak hogy az átáztatott, átitatott Uha! Opa! Hopszi! Hogy az átáztatott területek túl közel vannak lehet hozzá. Az nem probléma. Akkor működik-e? Oké. Minden oké. Most megfordítottad? Ja, kettőt csináltál, mi? Aha. Akkor én is dolgozok. Oké. Ez így nem jó. Hoppá. Azon izélok, hogy most már annyira kibővítettem itt ezt a részt, hogy nehogy véletlen oda izé spannoljanak a mobok. 24 blokk az biztos nincs meg. Ezt így tapasztalatból tudom. És hopp, elfogyott a csákányom. Van benne pálca. Wooden planks van. Csak... Várj, akkor lehet, hogy van nálam. Aha. Sőt, nem lehet, hanem tuti. Oké, okay, akkor nem használok el több fát. Igazából már jól megnőhetne. Azt nem tudom egyébként, hogy sorrend, hogy? Elméletek sorrendbe kell csinálni a dolgokat? Nem hiszem, hát szerintem teljesen mindegy. Csak hogy csináld meg. Mm-hmm. Ki tud lőni a listát. Aha. Érdekes egyébként, most azt hallottam, vagy nem is tudom már, hogy hol olvastam. Lehet a Minecraft Wikin. Szóval ilyen nem százas az info, de hogy arról ment a vitatkozás, hogy nem is lesz 1.9, hanem hogy 1.0, tehát hogy már az a kiadott játék. Mert hogy én úgy emlékszem, hogy 2011. 11. a megjelenés. Igen, szóval egy 15 nap. Egy 15 nap, így van. Tehát és addig vagy kiadja az 1.9-et, hogyha már pre-release van. Szerintem egyébként nem. Én azon a véleményen vagyok. Hát... Végülis... Vagy talán még egy utolsó bug halmazt kiad. Viszont akkor annak lehet. A napokba kell jönnie. Igen, egy két héten belül. Három. De hogyha belegondolsz, pont valószínű, legalábbis én szerintem azért gondolom, hogy nem lesz 1.9. Mert hogy azért adja ki a pre-release-eket, hogy teszteljék az emberek, és kijöjjenek a bugok.
Mert eddig az összes frissítés hogy volt? Nem volt release, meg semmi. Kijött, aztán, mit tudom én, 1.3, akkor tudtad, hogy utána pár nap múlva 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, nem tudom ki... 1.6 esete. De durva vagy, ilyen 1.6.2.4.3. 10 percen belül? 10 percen belül, igen. Azt hiszem, hogy nem te raktad ki azt a képet, vagy nem te küldted el a blogra, még ki is raktam, hogy ha eldobtad a tárgyakat valamelyikbe, akkor kinn is maradt utána? Vagy hogy nem, az nem én voltam. Nem te voltál? Urgod. Tényleg urgod volt, tényleg. És így küldi Twitteren, ezt nézd meg. Ez mekkora volt. És azt hiszem, hogy könyveket vagy mit dobál, nem, térképet dobált el. Meg csákányokat talán. Meg csákányokat, ja. Akkor az várja, ez lehet, hogy az 1.6 volt. Azt hiszem, akkor jött be. 1.6 vagy 1.7 szerintem, én úgy emlékszek. 1.7-tel jött be? Hú, 62 cobblestone-on van. Nekem meg már 67. Egész jól haladunk. Ez így király, ennek így volt értelme, az az igazság. Szóval ja, tehát mielőtt mi elbeszélgetünk a frissítésekről. Igen, addig is legalább legyen valami interakció. Igen. Egyébként te így erről a varázslós, meg mágikus dologról így... Nagyon az érzékenyre, igen. Vártam a kérdést, úgy mondom őszintén. Nem tudom, nekem nem jön be. Szerintem én, hogy mondjam, én több mint egy éve játszom a Minecraft-tal, és teljesen más volt akkoriban, és ez nyilván érthető is. Hozzáteszem, hogy azóta egy sokkal mérföldekkel sokkal jobb játék, ami most van. Hát igen, technikailag. Abszolút. Meg nagyon tetszenek az újítások. A kedvenc újításom, nem fogod elhinni, az az ágy. Mm-hmm. Tehát ami megoldja azt, hogy nem az van, hogy ha éjszaka van, akkor muszáj bányásznod, mert egyébként mi a francot csinálsz a házban, hanem tényleg egyszerűen az, hogy... Ja, mert hogy ugye én peacefulon nem szeretek játszani. Viszont ezekkel az ilyen varázslós staffokkal szerintem az a probléma, hogy azért ez... Tehát a Minecraft alapból egy réteg játék. Talán egyre jobban bővül ki népszerűbbé, de egy réteg játék. Most ezt még megfejelik azzal, hogy még plusz beletoldják ezt a mágikus, varázslós, engem soha meg nem fogott stílusú dolgot. Én szerintem lehet, hogy csavarnak rajta egy olyat, hogy egyszerűen nem biztos, hogy tetszeni fog. És erre sokan mondják azt, hogy hát hogyha nem tetszik, akkor ne használd. De azért egyre jobban rá vagy kényszerítve, ha belegondolsz, hogy használd azokat a future-öket. Most például bekerül a sárkány. Hát most... Tehát annak nem látom semmi értelmét. Nem, én tehát, sem. Tehát én már úgy körülbelül az Endermannek se láttam sok értelmét. Ja. Egyszerűen nem jön be. Nekem se nagyon. Hogyha kicsit interaktívabb lenne, tehát hogyha például ilyen agresszív, legalább lenne egy normális animációja az Endermannek. De az, hogy egy ilyen etióp, nagyra nőtt, hülye gyerek szedegeti értelmetlenül a blokkokat, mert legalább elvinné, vagy nem tudom. Tehát de hogy most itt pakolgatja a blokkokat, hát minden esetre nagyon fura. Egyébként ez rasszista, hogyha elkezdek célozgatni, hogy fekete, lopja a blokkokat. A víztől meghalt, tehát nem szeret fürdeni se. Lehet, hogy van benne némi, igen, rasszista felhang, nem tudom. Tehát így értem az analógiádat, és azt hiszem, hogy nem is tudom, mit mondjak. Nem akarok tényleg senkit megbántani vele, távol áll tőlem, de igen, némileg furcsa azért, hogy így ebbe a formába került be az Enderman a játékba. Hát, meglehetősen. Na jó, nekem a csákányomnak annyi, de hát van nálam 64-46. 100. 64-41, és most tettem le egy párat. Na akkor mi legyen a koncepció? Beszéljük meg. Ezzel a bazisok kővel. Na de... Ezzel a bazisok kővel... Szerintem... Hát
egyelőre talán még bővíteni kéne egy kicsit, mert ugye itt a végtelen víz, meg majd akkor a cobblestone generátor. Igen. Melyik irányba? Szerintem hozba annyira nem, mert úgy gyorsan meg lesz talán 24 blokk. Szerintem valamerre szélességben. De figyelj, szerintem, hogyha most például... Bocs, egy kis nachoszt begyűrtem. Hogyha csinálhatnánk, nekem az a véleményem, egy mob trappet, biztosan biztos, alapom, és így nem foglalkozni annyira vele, de azért így reggelente elnézni. Mert bone meal miatt baromi jó lenne, be tudnánk gyorsítani a farmolást. Igen, az meglehetősen, tehát eléggé dobna rajta. Mert viszont nem tudom, van egy csomó blokkunk. Aha. Bone meal van? Azt hiszem, hogy egy bone van. És akkor szerintem meg lehetne növeszteni addig a fát. Igen, én is nagyon nézem, hogy ez valahogy itt most nagyon mostoha gyerekként működik. Jó, hát akkor szerintem megnöveztem. Oké. Meg... És kész. Na viszont most kell észnél lenni, mert viszonylag még közel van, én ide állok. Oké. Én mondjuk nem szoktam kiütni a lombot, mert úgy vettem észre, hogy akkor kevesebb eséllyel dob talán. Oké. Hallgatok rád. Addig viszont akkor itt... Kicsit bővítem erre, még véletlenül sem tudjon leesni. Oké, a fát azt pedig berakom a chestbe. Hopp. Nem kéne letaposni. Van palántánk, éj. Nagyon jó. Szóval varázslós cucc. Igazából azt akartam még vele kapcsolatban mondani, hogy jó lenne, jó, tehát jók ezek az újítások, csak az a helyzet, hogy még nem elég jó a Minecraft ahhoz, hogy ezek belekerüljenek. Olyan szempontból értem, hogy hú, mennyi palántánk van, király? 3. Hogy, és ott még egy. Ne, azzal együtt. Ja. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha belegondolsz, akkor most jó harcolni a Minecraftban? Szerintem nem akkora buli, nem? Vagy nem tudom? Vagy hát... tehát annyira... Tehát most élvezed kimenni esténként? Tehát neked volt, hogy eszedbe jutott és kimentél este is izé? Gyorsan legyaktál pár szörnyet, mert hogy mekkora nagy izé? Pol. Néha igen, tehát egyszer-kétszer úgy jó. De azért nincs benne az a feeling, hogy nem tudsz élni nélkül, vagy hogy csak úgy poénból menjél. Vagy legalábbis nálam az volt eddig, hogy én azért harcoltam, mert kénytelen voltam bányába, itt-ott, egyszerűen nem tudtad megkerülni. Ez nekem belefér, és azt mondom, ez így poén, mert jó is, mert növeli tényleg a kihívást. Viszont, oké, te is Bad Company-sztál, én is, azért nem is várom el, hogy olyan legyen mondjuk a Minecraft, de ha mondjuk lenne például brutál jó fegyver, amivel tényleg lehetne mondjuk zúzni, tehát akár, most ez mondjuk ez az új animáció a nyillal, meg hogy tudsz erőt adni neki, ez mondjuk poén, de most minek ilyen varázsolgatós cucc, tök felesleges, hogyha akarsz magadnak valamit csinálni, akkor fogod too many itemset berakod, vagy kreatív módban megépíted, és jó napot. Egyébként igen, hát én úgy vagyok vele, hogy jó lenne, hogyha nem Minecraft lenne. Igen. Tehát valahogy nem tudom, nem passzol bele. Mert mondjuk én nekem eddig a újítások között a piston tetszett, például... Fú, az mennyire az... jó. Az nagyon jó. Tehát ahogy bejöttek, kb. Úgy utána kezdtem el megint Minecraftozni. Mert ugye volt egy időben, hogy
napi több órát is toltam vele, mert nagyon megfogott. Nagy órákat tanás, igen. Aztán utána volt olyan, hogy gép nélkül voltam egy jó pár hétig, esetleg hónapig, mert felújítás volt itthon. Aha. És ezért ugye hanyagolnom kellett, és akkor utána már visszajössz, és akkor látod, hogy újítások, nem is tudod, hogy mi mire való, igazából. mi hogy működik. Igen, igen. Aztán végül is megnéztem ugye a Minecraftos videókat, mert én amióta láttam jó néhány videót, tehát most konkrétan a te videód volt az egyik első, amit láttam. Melyiket látod először? Hát az első részt. Első napot? Aha. Az mennyire véletlen, hogy megszületett az a videó. Tehát azt megnéztem, az komolyan nekem nagyon tetszett. Tehát hangulatosnak, nagyon hangulatos volt. Ott eldöntöttem, hogy én megveszem a játékot. Igen, igen. Egyébként. És valahogy tehát tényleg az van az ember, nem a Minecraft-tal, hogy úgy van vele, hogy tényleg meg akarja venni, mert hogy annyira jó, hogy így birtokolni akarja, hogy nem az, hogy ilyen igen. Tört verzióban, nekem is ez volt. Én például ismered a plastik blogot? Igen. Na, én például a Józsin keresztül, ugye a plastikus Józsin keresztül találtam rá a Minecraftra. Ő mutatta először. És akkor mindenki, vagy hát legalábbis én nála láttam, és akkor mindenki, hogy mi ez, hogy van, hopp, egy creeperünk már van is. Upszi, és le is esett, azért volt itt egy komoly lag. Na és ugye őt láttam meg gyakorlatilag, hogy elkezdte a Minecraftot, elkezdett vele játszani, és neki is volt először ilyen szervere. És utána kezdtem el én is videót csinálni róla, mert nem is tudom miért egyébként. Ja, tudod miért csináltam először videót? Mert annyira fogalmam nem volt róla, amikor először én elkezdtem Minecraftozni, hogy mit hogyan kell. Még a Minecraft Wiki is annyira semmi nem volt, hogy gondoltam, milyen poén lenne, hogyha lenne magyar videó, tutorial videó. De mondja tovább, bocs, belét folytottam a szót. És hogy kimaradt egy hosszú idő. Igen, hát egy jó 2 hónap, 3 hónap talán. Jó, belepofáztam a mondókádba, bocs. Semmi. És akkor utána ezek a pisztonok keltették fel az érdeklődésemet. Tényleg poén egyébként. És akkor gyorsban égett itt egy kis két fát, legyen legalább egy kevés kis fákja. Igen, hogy ezekre a részekre ne. Itt ne szívjuk meg. Igazából tudod, mit nem tudok? Hogy most akkor hogy van? Nekem nem világos, hogy a mag az csak a magas fűből nő? Vagy az csak az dob? Igen. Úgy van, nem? Igen. Igen. Tehát például ezért is kell a fű. Mert hogy a fű mielőtt bárki rosszra gondolna. Igen. Nem az, hogy csavarunk itt most egy jointot. Hát. Jó. Érdekes, hogy néz neki így videóban. Igen, itt füstölne. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy a fáki ez az örök életű fáki, amit még az eső sem volt el. Hogy ez... Elvileg úgy van, hogy 90 játékbeli napon napa letelik, akkor eloltódik. Komolyan. Na, ezt olvastam. Próbálni még nem próbáltam. Meg mondjuk... Bajos is lenne. Van egy csontink, király. Működik. De ahogy látom, eléggé a szélére spannolt, szóval még egy pár blokknyit fogok oda kihúzni.
van egy kis trappünk. Na jó, én meg csak itt kóvájgok, mint gólyafos a levegőbe szerintem. Lehet, hogy még kéne egy kis cobblestone-t bányásznom. Te egyébként mit alkottál most? Most kicsit még bővítettem, hogy ugye legyen hely. És most gyorsban legyártok csákányt. Nekem is csinálj egyet, légy szíves. Oké, csak elfogyott a stick. Mennyi földünk van még egyébként? Van még? 8 darab van a chestben. 8 darab. Én szerintem ez alá kéne... Lehet, hogy egy kommandózást fogok csinálni. Oda dobtam mögéd a... Oké, köszi. Nincs mit. Hopp, már van egy spiderünk is. Király. Oké, azok meg ott el lesznek. El vannak magukba. Nem is egyébként neked hogyan bejön ez a bájital kevergetős dolog? Nem igazán. Tehát nem tudom, melyik volt az az újítás, amire azt mondtam, hogy áminek. Hát de ezek nagyon azok. Például a térkép jó buli, bár nekem nagyon sokszor bugos. Hát nem tudom, nekem tetszett, hogyha működött, mutatott rajta mindkettőnket. Az brutál jó, az poén. Tehát az tényleg jó. A piston az non plus ultra, tehát az brutálisan jó szerintem. Tehát az nagyon abban, is, abban is van egy halom lehetőség. Nagyon. Automata, cukornád nyíró szerkezet, meg hát egy csomó minden cucc. Nekem nagyon bejön. És ja, hát mert ugye nekem a legnagyobb, amit a Minecraftban a legjobb találmány, de szerintem rengetegen így vannak vele, az a redstone. Igen. Az akkorát dob a játékon, hogy eszméletlen. Tehát elég érdekes, hogy például egy ilyen, tehát tehát sokan nem gondolnák, hogy mit lehet kihozni ebből belőle. Csinálni. Figyelj, milyen parti van a kis szigetünkön. És igenis az a durva, hogyha valakinek elkezdem mondani, mert sokszor felvetődik így a kérdés, vagy mit tudom én, szóba jön, hogy hát a barátaim tudják, hogy van blogom. Bár egyikük se nézi. Mert hogy nem Minecraftoznak. És így ez a magyarázd el, hogy milyen, tudod, ez a kérdés, hogy milyen blogod van? Hát mondom, egy Minecrafttal foglalkozó. És így néznek rám, az mi? Hát ez egy játék. Jó, de milyen játék? Hát most mondd el, milyen játék. Hát egy ilyen építgetős, mindig azt mondom, ilyen legózós. És akkor ennyivel le is zárom, mert nagyon nincs kedvem elmagyarázni, mert hogy magyarázod el? Hát, mégis elég nehezen. Tehát egy sandbox típusú játék, ahol építgethetsz, meg mit tudom én, hát most ez annyira nem mond semmit, nem adja át a Minecraftnak a lényegét. Tehát, ha tőlem kérdezik, akkor én köbben próbálom úgy elmondani, hogy játék, ahol kiélheted a kreativitásodat. Hát igen. Mert bizonyos körülmények között. Mindig elmesélem a megépített processzort a játékban,